Újra itt vagyunk, és hát ugye már korábban szóba került az, hogy a mai este folyamán csak 7 mérkőzésünk van, nem 8, és ilyenkor azért a szervezők játszanak az idővel, kell ilyenkor húzni az időt mérkőzések között. Ahhoz képest, hogy itt még az eredetileg besatszolt kezdési időponthoz képest 10 perccel korábban vagyunk, 8 perccel, és hát egy Bunting Ritz mérkőzés következik, ahhoz képest kicsit elkapkodottnak tartom ezt a visszatérést. Igen. Mert feltehetően ez a mérkőzés azért nem fog olyan borzasztóan sokáig tartani. Akármennyi legyen az eredmény. Igen, igen. Hát Bunting kifejezetten lassított felvétel kellene Ritzhez képest, mert Ritz fogja és pif-pif-pif, kettőt pislantunk, már ott vagyunk. Na hát, jön két olyan játékos mérkőzése, akik az előző két European Tour fordulóban elődöntősök voltak. Bizony. Mert hogy a legutóbbi állomáson Trierben Bunting jutott be a legjobb négy közé, előtte Zolliban pedig Kellen Ritz, úgyhogy ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy ezt a mérkőzést kinyeri. Buntingnak ez az ötödik European Tour fordulója az idén, ebből kétszer volt elődöntős, és kétszer az első körben elbúcsúzott. Most, hogy én, ahogy néztem a listát, most valószínűleg megint tovább kell jutnia, mert ez szépen felváltva csinálta. Tehát akkor most lehet, hogy majd egy elődöntő fog majd következni. Igen, igen. Elemény Kellen Ritz 6 fordulón volt itt idáig, ez a hetedik fordulója. És hát nála is azért nehéz megmondani, hogy most éppen milyen napra számítsunk tőle. Igen. Mert ha jó napja van, akkor gyakorlatilag bárkit meg tud verni. Az első körön általában túljutott. Volt egy 8-et döntője, meg egy elődöntője, meg 2 elsőkörös bukója. 121. Egymás ellen is játszottak 3-at. Legelőször 2019-ben az Austrian Darts Championship kvalifikációs tornáján játszottak, tehát elég korán találkoztak. 72 között, egy kicsit másképp megy a túrkárdosoknál ez a számolás. És ott Stephen Bunting 6-3-ra győzött. Majd 2020-ban a Player Championship Winter Series egyik fordulóján, ugye 2020-ban ilyen szériziket csináltak a Players Championship, volt a őszi, a téli, a tavasz, még a nyári forduló, és ez a téli forduló, ez a 20. fordulója volt egyébként a Players Championship fordulónak, a 64 között, tehát a második körben találkoztak, ott Kellen Ritz nyert 6-1-re Stephen Bunting ellen. Aki viszont hozza itt az első leget hátsó pályán, egy 14 nyilassal. Ez jó teljesítmény volt Buntingtól. Egyébként most kell még megnyomnia a Kellen Ritznek, mert hogy a hátrájövő fordulókon már nem lesz ott, egyiken sem nem kvalifikálta magát. Bunting még Gibraltáron majd tábla elé áll. Igen. És ugye idén úgy lett Kellen Ritz 8-at döntős búcsúzó, hogy éppen Stephen Bunting búcsúztatta 6-4 arányban. Ez a 3 mérkőzés, amit találkoztak. Ugye Bunting jelen pillanatban a 21. a European Tour ranglistán, Kellen Ritz viszont a 25. Tehát sok veszély nincsen abban, hogy esetleg ki fog esni a 32-ből, de azért megvan az esély. Igen, ott ugye azon múlik, hogy akik jelen pillanatban nincsenek ott a 32-ben, tehát mondjuk úgy 33-tól 40-ig, azok közül, kiknek milyen esélyei vannak majd a következő fordulóban. Ezt nyilván ma estére már nem keressük, mert ez egy kicsi idő lenne, de majd holnapra esetleg meg lehet azt is nézni, hogy kik hogy előzhetnek be, mert ugye még egyszer mondjuk, hogy azért a Pro Tour ranglistások közül már megvan, hogy az utolsó 3 fordulókban kiknek van lehetősége majd játszani. Tehát tulajdonképpen csak a Host Nation qualifierek nem ismertek még egyik fordulóra sem, az összes többi kvalifikáció már lezajlott. Karel Sedlacek például behúzta az utolsókat is gyakorlatilag Kelet-Közép-Európából, de ez eddig az idei teljesítményt, ez nem egy meglepő dolog. Nem bizony. Nagyon szépen összeszedte magát. Úgy látszik, komoly pofon volt neki, hogy elvesztette a turkártyát. Ennek
Ebből megint nem lesz kiszálló. Ellenben 96-ra oda lehet pörkölni egyet. Stephen Buntingnak első pályáról is. Megvan a tripla 20. És megvan a dupla 18 is. 2-0. 14 nyilas után egy 17 nyilas leg. Mind a két esetben az volt a helyzet, hogy Ritz 5 körből nem tudta megoldani a leget. Ezeket használta ki Bunting. És most nagyon jól kezd. 180! Miközben azt néztem, hogy itt a 33-tól 50-ig 6 játékos van, aki, hogyha vasárnap játszik, akkor megelőzi Kellen Ritzt. Azért itt még történhetnek furcsaságok, nem szabad hátradőlnie. Neki már nincs lehetősége később a javításra. Figyeld, leváltott, 137. Ó, trippa 18-as sima helyett. Nem lesz kiszálló a 167-ből, úgyhogy rápróbálhat még egyszer erre Stephen Bunting. Meg is van. Megvan. Én mesterem Tavira ezért szoktam mondani azt, hogy olyan szektorral ne kerekíts, aminek a triplája magasabb, mint a kiszálló értéked. Így járhatsz. Hát ez egyelőre elég sima. Bunting 3 legután 120-as átlagon. Tudnék mondani pár példát a mai nap folyamán, ami így nézett ki, hogy 3-0-ig elment. Majd utána fölébredt a másik játékos, rájött, hogy tulajdonképpen dart mérkőzésen van, és vagy szorosabbá tette, vagy megfordította a mérkőzést. Igen, ugye alapvetően az él az emberben, hogy a világbajnokságon például, ahol ugye szettekre játszanak, ott van ideje átgondolni az éppen vesztésre álló játékosnak a szünetekben, hogy akkor mit kellene változtatni. És egy ilyen mérkőzésen is, ahol nincs szünet és folyamatosan darálnak, akkor is történhetnek azért nagy fordulatok. Igen, azért 11 leg alatt azért vannak magas és mély pontok bőven. Igen, azért ezek ilyen szűk félórás meccsek, ahol azért sok minden történhet. Pláne egy vasárnapon, amikor ha valaki a döntőig eljut, akkor ott összesen... Ott már van fáradtsági faktor bőven. Bizony, ott akkor négy. Az a negyedik mérkőzés aznap a finálé. Ott azért rendesen koncentrálni kell. Ez egy csodaszép kerekítés volt 24-re. Bunting nem lassít, és erre azért teljesen mindegy, hogy mit dob Ritz, ezzel nem lehet mit kezdeni. Dupla 12 lehet, ez egy 13 nyilas leg. Még mindig 5 körön belül megoldhatja, meg is oldja. 4-0. Jött az azért, 134, ébredezik Kellen Ritz. Amikor elkezdődött a mérkőzés, akkor még csak azt mondta, hogy itt a dobás tempó miatt indokolatlan, hogy ennyire gyorsan kezdjenek, aztán még a végén kiderül, hogy azért lesz indokolatlan, mert hogy egy söprés láthatunk. Ne legyen így. Hát csak nem, azt nem szeretném. Ez a hölgy azért nagyon örül annak, hogy Bunting ilyen jól teljesít. Nagyon szépen halad. Megy Ritz után, aki ebben a legben azért megtalálta önmagát, de nem tudja lerázni magára a Buntingot most sem. Két triplával be lehetne előzni, hogy elegánsan ez meg is történik. 171! Sőt. Nagyon szép! 94 maradt.
Nem jön a tripla 17, a 142-re. Ó, és további szektorhibák. A végén jött csak egy tripla. Szépen lejött, de Bunting most nagyon veszélyes a duplákra. 76. Benne van dupla 8. Ott van! Hát ez hihetetlen. Parádésan játszik Bunting. 5-0. Az eddigi legjobb teljesítmény ma. Jelen pillanatban még az átlaga Görnyét is veri. Igen. Hát ugye Simon Wiklos 110 fölött volt. Igen, volt olyan pillanat. Igen. Igen, ott aztán akkor jöttek a hibák a meccsnyilakon. De hát ez csodálatos. 14-14, 14-12. Ja, hogy utaltál rá a mérkőzés elején, simán lehet, hogy most azon a ágon vagyunk, ami azt jelenti, hogy itt egy legjobb négyes szereplés lesz Buntingnál. Igen. Ezt folytatja, az benne van. 180! És tulajdonképpen a Reese sem dob rosszul. 92-12 itt mutatják éppen az átlaga. Csak hát a végjáték az, ami most talán meg lesz. Ha csak nem vágod egy 136-ot Stephen Bunting. Első tripla megvan. A már második nincs. 16-os kerekítő. Meg lehet csinálni 106-ot. Nem kell bele szektorhibát tenni. De azért csak oda teszi. Ez a probléma a mai Kellen Ritznél. Meg a nejem szerint, hogy milyen a haja. Három meccsnyíl. Dupla 10. Még mindig dupla 10. És besakal. Vitlakozik. Igen, bevitlakoztál. 5-0 után jönnek a hibák a meccsnyilakon. Na még egy 16-os. Az is jó, dupla 20. Nincs meg, benne. Nincs meg, így újabb meccsnyilak következnek. És az viszont ott van. Hát csúnya módon lerontotta az átlagát 103,66-ra Steven Bunting. Hát, de hát így is a legjobb a szem, mert... Második azt hiszem, mert Görnyé 105 nézem. Környéke volt. Igen, 105,3. Igen, a második legjobb, hát azért Nathan Espinel szerintem nézte ezt a mérkőzést, ha már ő lesz az ellenfél holnap, és hát reménykedik benne, hogy Bunting nem fog így játszani holnap. Hát megvan az első söprésünk ma, és azért nem feltétlenül gondoltuk ezt, hogy papíron ez volt a második legszorosabbnak ígérkező összecsapás. Igen. És itt lett egy söprés. Hát ez Buntingon múlott elsősorban. 6-0, ez azt jelenti, hogy egyetlen egy mérkőzésünk maradt már csak hátra mai este folyamán. Gabriel Clemens és Ryan Mikl következik hamarosan. Úgy van. Csabi fia pedig örülni fog.